ugyanez a vélemény a versenyről is. Ez egy nagyon jó verseny volt, én úgy gondolom. Rengeteg olyan pillanat volt, amikor megfordult a fejembe, hogy erre a versenyre nem úgy fogunk visszaemlékezni, mint a kedvenc versenyünk. De én azt hiszem, hogy eléggé elől van a top listán. Úgyhogy így visszagondolva az összes mozgás, ugye minden dolog szép és megszépül akkor, amikor a végeredmény sikeres. Ez most a számunkra ez így jött össze. Szerencsénk is volt jó részt. De én úgy gondolom, hogy azért ehhez kellett a csapat is, kellettünk mi is, hogy behozzuk ide ezt az autót. Úgyhogy én örülök. Mi teszi szépé magát a versenyt? Egy-két szép pillanatot ki tudnátok emelni? Abszolút, abszolút. A Királdi körgyors, amikor nem etap volt, hanem gyorsasági, akkor ez egy nagyon-nagyon élvezetes menet volt. Továbbá én úgy gondolom, hogy a második Bükszent László fölfelé így este, az is nagyon élvezetes volt nekünk, úgyhogy jól éreztük magunkat. Az autó hogy muzsikált? Meg vagytok elégedve így, hogy az S3-ban végül is sikerült a második helyen zárni? Hát így, hogy bejött a célba, így nagyon meg vagyunk vele elégedve. Én azt hiszem, hogy kell még azért kis kozmetika a motorterén, és a hajtásterén, és a futóműterén ahhoz, hogy fel tudjuk venni a versenyt a kategória élmenőivel. De semmi sem lehetetlen, és úgy gondolom, hogy az autó fejleszthető. Számodra az éjszaka nagy élmény volt, tetszett, jó volt, jól érezted magad? Nagyon-nagyon jó volt éjszaka menni. A lámpasor is jó szolgálatot tett, jól be volt állítva, úgyhogy hihetetlen tempót lehetett autózni annak ellenére, hogy este volt. Nagyon-nagyon klassz volt. Fáradtak vagytok azért? Igaziból most még nem annyira, de úgy gondolom, hogy ahogy átgurulunk ott a kapun, utána lehet, hogy itt a fűvel elalszom.